Haladjunk tovább, mert túl sok a TikToker és kevés az idő. Folytatjuk a semmittevés tematikát és ismerkedjünk meg Angyal Adával. Napi vlog! Adát mostanában úgy ismertem meg, hogy megcsináltatta az órát, amit ráfogott arra, hogy azért csinálta, mert túl sok csúnya kommentet kapott. Orrplasztikára készülök, aminek az egyik kiváltó oka 2 évnyi tömény online bántalmazás volt. Bullshit. Biztos a szájára és a mellére is nagyon sok negatív komment érkezett még a TikTokozás előtt. Látszik, és természetesen a műtétről is kaptunk egy bizarr beszámolót. Itt már az orrplasztika előtti pillanatokat láthatjátok, és nagyon igyekeztem minden ajtónál visszaintegetni. És ezek az emberek mindig úgy sajnáltatják magukat a TikTokon a műtét után, mintha baleset érte volna őket, és nem ők fizettek volna azért, hogy ezt csinálják velük. Továbbra is hozom a privát tartalmakat a felépülési időszakról. Ada ilyen napi vlogokat szokott csinálni, hogy milyen izgalmak történtek velük aznap. Ahogyan azt az órám is jelzi, szépítős nap vár ránk. Például olyan izgalmak, hogy véletlenül a Burger Kingben Happy Mealt kértek. Elmentünk a Burger Kingbe. Burger Kinget ezek! Ahol rendkívüli rutinasságomra tettem tanúbizonyságot, amikor leadtam a rendelést, mert egyből úgy indítottunk, hogy Happy Meal menüt szeretnénk kérni. Szerintem csak azért nem röhögtek ki minket, mert kiderült, hogy követik a tartalmaimat. Hú, te beégtek! Azt a betyárját! Ilyen beégések után én nem mernék a Burger Kingek közelébe menni. Nagyon rossz színválasztással indítjuk a napi vlogot. Ez lett az eredménye annak, hogy rendet raktam a fésőködő asztalomban, és megtaláltam benne a tartós piros rúzsomat. Az ilyen izgalmak mellett Adának el is kellett mennie vitamin beöntésre. Meg is érkeztünk a klinikára, ahol egy vitamin infúzió vár rá. Vitaminos infúzió. Ez a keverék egy magas energiaszintet eredményez, amire lássuk be, van is szükségem, hiszen nagy takarítás vár rám a műtét előtt. Azért kell a vitaminos beöntés, hogy még többet tudjon takarítani. Fontos, hogy megfelelő szinten legyen tartva az energia, különben nem tudja hatékonyan letörölni a semmit a polcról. Feltöltődjünk a napsütéstől. A videókból megismerjük, hogy hogyan tengeti Ada az izgalmas hétköznapjait. Úgyhogy gyertek velünk shoppingolni, Reszkes Győr, a szokásos matching ruci lelőhelyünkre jöttünk, ami a Győr plázában található. Butikos ruhák után kutatva plázázik. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek melyik rucit választottuk. Annyit azért szeretnék súgni, hogy nem csak egy matching set született. Egy kicsit azért bánom, hogy nem adja vissza a felvétel a csillogását a ruháknak, úgyhogy ha van lehetőségetek, nézzétek meg személyesen is, milyen gyönyörűek ezek az anyagok. Rendezgeti a Guinness Recorder műanyag kulacs gyűjteményét. Amit a világon a legeslegjobban utálok, az azoknak párosítása. Viszont örömmel jelentem be a nagy hírt, hogy a múlt héten ezen is túlestem. Végleges szőrtelenítésre jár. Ma egy újabb lézeres szőrtelenítésre érkeztem a s***ba. Tudjátok, most a hónaljamat csináljuk a nyáron. Tudom! És többek között rendszeresen folyadékszintet emel. Kedvenc kis poharammal belekezdtem a folyadékszintem megemelésébe. Ada a kedvenc kis strasszos poharával megemelheti a folyadékszintjét. És elkezdtem C, illetve D-vitamint fogyasztani. Én semmit fogok csinálni. Ha jó, hogy szól az Ada, én is bedobok egy C-vitamint. Te addig dobj egy lájkot arra, hogy én is megemelem a folyadékszintemet és szedem a vitaminokat. Belekezdtem a folyadékszintem megemelésébe. Big lájkot, jó? A TikTokon a teljesen átlagos, érdektelen emberek is valakik lehetnek. Ezeket a cukiságokat szereztem be a gyerekeknek. Húha! Ezt a nagy napot meg kell ünnepelni egy kis lelki világ feldobós porszívózással. 3 hét telt el a műtét óta, szóval az óvatosabb munkákba már belekezdhetek, és még egy könnyed porszívózás is feldobta a lelki világom. Egy jó porszívózás mindig feldobja azoknak az embereknek a lelki világát, akiknek nem 8 óra munka után kell. A legkomolyabb lelki terápiák történnek azon az 1 négyzetméteres szőnyegen, ami már eleve tiszta volt. Ezeket a cukiságokat szereztem be a gyerekeknek. Ada hátát nagy felelősség nyomja, mert ki kell találnia, hogy melyik felesleges dekorációt hova tegye. Raktam a háztartási helyiségben és lelátároztam a dolgokat, miközben minden nap szemeztem ezzel a porral a hálószobában. Ezzel a porral. Vártam az új évet és az engedélyt a nagy takarításra. Engedély megadva, portörlés megkezdése, poratkák eltávolítása, csúmi, csúmi. Ada alaplapjára, azaz adaplapjára feltelepítették a legújabb verziót, ami már elsajátította a viccmesélés tudományát is. Anya, te mit csinálsz? Szedem a Szent János bogarakat a vacsorához. Azt fogunk enni? Egyelőre még csak világítani fogunk vele. Az új AX400-as modelleink már fantasztikusan utánozzák az emberi viselkedés mintákat. Évindító vloggal rázódunk vissza az eredeti kerékvágásba. Induljunk is megnézni a Barbie filmet. A lehető legelső alkalommal megvásároltam a jegyeket. Csak nekem van. Csak nekem.
Nem bírtam ki, hogy ne öltözek fel hozzá. 15-20 munkaóra van ebbe. Tényleg megérte az Odának beletennie ezt a sok munkaórát ebbe a táskába. Nagyon szép lett. 15-20 munkaóra van ebbe. Akkor mondom azoknak, akik felszeretnék kéne naptárjukba, hogy majd küldjenek nekem boldog szülinapot üzét, vagy jövő hét szombat? Nem, péntek. Péntek 28-án lesz. Föl is írom én is a naptáramba, hogy 28-án föl kell köszönteni az Adát születésnapja alkalmából. Happy, happy birthday! Thank you very much, buonasera, italiano! Az elmúlt hetek főként fekvéssel, pihenéssel és evéssel telt el, szóval nem éreztem magamat túl produktívnak. Szerintem az volt a baj, hogy nem kapott az ünnepek alatt vitaminos infúziót. Azt elfogyott a mojója. I've lost my mojo! Na de nézzük is, hogy mik az én terveim, amit gyors írással leírok nektek. Kellő információt kaptam arról, hogy bizony táplálkozással lehet a legjobban megtámogatni a sportot. Tényleg? Ada felírta 2024-es céljának a rendszeres étkezést és a kellő mennyiségű folyadékbevitelt, nehogy elfelejtsen enni és inni. Kedvenc kis poharammal belekezdtem a folyadékszinten megemelésébe. Ezek a célok annyira elrugaszkodottak a valóságtól, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezek mind megvalósíthatóak idén. De én hiszek benne. Szurkolok, hogy össze fog jönni. Ginókám, neked mik a céljaid 24-re? Evés, ivás. És ha kevés lenne otthon a haszontalan kacat, Ada beszerzi az utánpótlást a kínai piacról. Na nézzük, mit rejt életem első Temu rendelése. Bontsuk ki együtt a csomagokat. A Temu az új Shein meg a Wish. Do not get a dog pillow off of Temu. Az Iri Shein már be is perelte a Temut, hogy túlságosan hasonlít rá. Stop copying us. Stop copying us. Stop copying us. Nézzük, milyen csodálatos termékeket lehet rendelni a Temuról. Mosdó túlfolyó gyűrű, nagyon komoly túlfolyó szerviznek lehettek tanulni. Na most fogják igazán kigúnyolni a nézők, hogy fejjel lefele rakta fel a Mercedes-es túlfolyó gyűrűt. Ha valaki esetleg nem értené, hogy miért Kína a világ vezető hatalma jelenleg, akkor ez a videó rá a magyarázat. Egy kínai videós platformon mutogatott, hogy miket rendeltél egy kínai webshopból, és egyik helyen sincs biztonságban se a tartalmad, se az adatod. A nyakpárna is a helyére került, aminek igazán örültem. Végre nem fogok lecsúszni a kádban. Csak szerintem a másik oldalra kéne rakni, mert onnan nem fogja látni a Szulejmánt a tévében. Ha pedig azt néztétek, mennyire le van nőve a körmöm, a felvetés jogos, update-elni fogom hamarosan. Hát ebben a pillanatban is mindenki az ő lenőtt körmét figyelte. Hát felháborító ez a lenőtt köröm. Ezt egy ilyen Michael Korsos úrinő nem engedheti meg magának. Tessék azonnal elmenni egy klinikára. Továbbra is azon a privát tartalmakat. Ada azt hiszi, hogy mindenki vele foglalkozik. És most tegye fel a kezét, aki jól kinevetette miatt. Láttam ám, hogy kinevetettek az okni mamusz kombó miatt. Jaj, senki nem szólt nekem, hogy rosszul vettem fel ezt az övet. Rengeteg komment érkezett az orrplasztikámmal kapcsolatban. Bevallom őszintén, néha könyvbe lábadt a szemem, olyan kedves dolgokat írtatok. Egyszerűen könyvbe lábadt a szemem, hogy ennyien foglalkoztok velem, és ennyi figyelmet kapok a neten. Sokszor kapunk tőletek üzenetet azzal kapcsolatban, hogy mitől ilyen szép a bőrünk. Remélem most fény derül az igazságra, és rájöttök, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. Kedves Ada, teljesen lesokkolódtam, hogy a videódban azt állítottad, hogy nem vagy tökéletes. Tudomásom szerint te vagy a megtestesült tökéletesség. Szeretném tudni, hol vetted a Mercedes-es túlfolyógyűrűdet, és azt a sok-sok műanyag kulacsodat. Kérlek, válaszolj. Utóirat, te sokkal jobban takarítod a semmit, mint a Fruzsi mama. Bár ezeket konyhai szőnyegnek titulálta a Temu, nálam a fürdőszobánkban kaptak helyet, minőségre elégedett vagyok, a színnel még barátkozom. Hát nagyon szép ez az 5 darab lábtörlő ott random lerakva. Zsanett, ehhez mit szólsz? Netto ízléstelenség. Azt középen lehet majd ezen a jó kis csiszolt burkolaton tripla ritterbereket nyomni fejjel bele a kádba. Elmondhatatlanul hálás vagyok, hogy ezt a videót is elkészíthettem. Jövök még egy pár ilyennel. Csumi, csumi, írjatok majd üzit, hogy hol vettem a matching szettet. Csumi, csumi! Elviszlek, hol a szerelem is, hol a csókjaim, vacogat a szintű a hangulat, sehol, csak az a jó, a szívben minden forró, elviszlek, hol a szerelem is,